Erdély legkeletibb része a Székelyföld. Azon belül pedig Háromszék. Amint neve is mondja, három székből áll, amelyek már a 13. században megalakultak. Sepsi szék, Kézdi szék és Orbai szék. Ezek 1562-ben egyesültek. Így jött létre Háromszék. 1876-ban Háromszék vármegyévé alakult. Majd 1968-ban Románia megyésítésekor, amikor megszűnt a Maros Magyar Autonóm Tartomány, a keleti részből kialakult Kovászna megye, amelynek területe hozzávetőlegesen megegyezik a régi Háromszék területével. Kovászna megye központja Sepsiszentgyörgy. A város Brassótól északra, attól 30 kilométerre, az Olt mentén fekszik. A település már a pápai tizedjegyzékek korában is megvolt, akkor Sancto Giorgio néven szerepelt. Az 1567. évi regesztrumban 63 kapuval jegyzik. A monarchia idején tiszta székelytelepülés volt. 100 év alatt számottevően megváltozott a lakossága. A 19. század végén épült vasútvonalnak köszönhetően Sepsiszentgyörgy erős fejlődésnek indult. A fiatal város hamarosan átvette Kézdivásárhelytől Háromszék vezető szerepét. Sepsiszentgyörgyön régi napórát nem találtunk, de egy egészen újat igen. A város egyik nevezetessége a Székely Mikó Kollégium, amely 1857 és 59 között épült. Nevét gróf Mikó Imrétől kapta, aki, mint az erdélyi református egyházkerület főgondnoka, felismerte egy iskola alapításának szükségességét, és latba vetve befolyását pénzadományokat gyűjtött a városiaktól az iskola megépítésére, illetve saját alapítványa is nagy mértékben hozzájárult az építési költségekhez. A ma már 150 éves tanintézmény Háromszék legnagyobb magyar tannyelvű gimnáziuma. A kollégiumnak új sportcsarnoka épült 2012-ben. Ennek a tornyán egy napórát láthatunk. Hát ez nem egy megrendelői téma volt, ez mikor rajzoltuk a házat, a tornatermet, akkor a tornyot, na a tornyot, az kellett egy toronyna, mert mégiscsak egy református iskolában vagyunk, és a lépcsőházat toronynak tettük. A napóra az úgy jött be, hogy üres volt az a felület. Hiányzott onnan valami, és azt mondtuk, hogy legyen rajta a nap és a hold, na de akkor hát még valami, hát az kevés. Akkor napóra. Ez Kovács Kázmér kollégám agyából pattant ki, hogy napóra. Na most annak a kivitelezése per pillanat nem is olyan egyszerű. Nagy segítség volt az iskolának a fizikatanárnője, Pető Máriának hívják, és a tanítványával együtt összehozták ezt a koordinátát, hogy pontosan fixre kiszámolták
a dőlésszöget, így kezünkbe adták az adatokat, akkor meg lehetett rajzolni, és kivitelező felszerelte. A segítségünk az Zsigmond Pál, aki tulajdonképpen megrajzolta a számokat és az egészet. Összevetve egy pontos szerkesztéssel az eltérések minimálisak, maximum 5 perc körüliek. Hát ez szinte a költségvetésen kívüli, ez az egész napóra, ez csak úgy egy olyan gesztus mindenki részéről, és a kivitelező és a munkatársak, akik részt vettek, hát szinte szabad idejükbe csinálták ezt, és lelkesedéssel. Tehát így látszik az, hogy azért másnak is ez egy olyan szívügye lett, tehát nem egy legyintés és nem egy mérgelődés, hogy még ezt is. Amire mi is felfigyeltünk, és amit különösnek tartunk, az az, hogy éppen napórával akarták díszíteni az üres felületet. Pedig manapság rengeteg más lehetőség is lett volna. Elindulva Sepsiszentgyörgytől északra, fel az Olt mentén, majd néhány kilométer után, letérve a főútról balra, 12 kilométer után eljutunk Kálnokra, a Kálnoki család ősi fészkébe. Kálnok a Baróti-hegység keleti lábánál, e hegységből eredő azonos nevű patak völgyében fekszik. Első írott említése 1225-ből való, amikor Miklós fiát, Lászlót említik Kálnokról. Az 1567. évi regesztrumban csupán 11 kapuval jegyzik. Kálnoknak a 2011-es népszámlálás nemzetiségre lebontott adatait nem közölte a statisztikai hivatal. A faluban 2007-ben emléket állítottak Kálnoki Bedő Albert székely erdész polihisztornak, aki országos főerdőmester volt, államtitkár és a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Itt, Kálnokon, az unitárius temetőben van végső nyughelye. Kálnokon a falu temploma a 15. században épült, a falu bejáratánál. Korai eredetére ma már csak a felfele elkeskenyedő oldalfalak utalnak. Középkori katolikus lakossága a reformáció idején református lett, majd egy részük unitárius. A templomot közösen használták. Apafi idejében azonban a reformátusok többségben voltak, és a templomot a maguk számára követelték. 1666-ban apafi megbízottakat küldött ki annak megállapítására, hogy kit illet meg a templom. A Major Pars címén a templom a reformátusoké lett. Az unitáriusok 1674-ben külön templomot építettek maguknak. A templomot az 1700-as években kibővítették. Majd 1858-ban ovális várfalat épített a templom köré egy árkosi mester. Ezt 1977-ben renoválták. Ekkor készített oda egy napórát Ince János gondnok, aki egyébként a termelőszövetkezet mázsamestere is volt.
Miközben várta a színes szekereket a mérésre, óránként odament, és meghúzta az óravonalat. A számozás római számokból volt, reggel 8-tól délután 5-ig. A napóra a bejárattól számolva a 7. támpillér után található. Itt a fal nem néz pontosan délre, hanem van egy 8 fokos nyugati deklinációja. Emiatt az árnyékvető nem merőleges kell, hogy legyen a falra, hanem észak felé kell mutatnia. A napóra mára már majdnem teljesen tönkrement. Nincs árnyékvetője, csak a helye látszik a falban, és a számok sem látszanak. A 9-es és az 1-es látható halványon. 2020. júliusában a fal restaurálása alkalmával Szakács Tamás restaurátor a napóra felújítását is tervbe vette, és a munka elkezdődött. Uzon a háromszéki medencében, a Fekete ügy jobb partján, Sepsiszentgyörgytől 10 kilométerre délkeletre fekszik. A falu első említése 1332-ből való Uzun néven fordul elő a pápai tizedjegyzékben. ...1567-ben Uzont 68 kapuval jegyezték be. Ezek még békés évek voltak ezen a vidéken. Brassó felé csak nem véghelysége a Székelyföldnek. A síkság, melyen fekszik, sok szerencsétlen napra virradott. Báthori Gábor idejében Géczi András hadai ostromolták a falut. 1612-ben Weiss Mihály, brassói főbíró, 100 csapata indulták fel. ...1704-ben jegyezték fel. 14. április. Elégett, drága, szép és ritka ékességű szent templomunk és egész falunk. 1738-ban és 1802-ben a vártemplomot földrengés rongálta meg, amit végül 1819-ben le kellett bontani. Helyette 10 év múlva már új állott. A harangtornyot, mert földrengés sújtotta, 1842 és 44 között hagymasi sakos baroktetővel újraépítették. Az uzoni csatában esett el 1849-ben Gábor Áron, honvédőrnagy, a Székely tüzérség parancsnoka. Uzonba Jókai Mór is ellátogatott. 1883. június 6-án mondott beszédet az uzoni községházán. A helyi tanács és a polgármesteri hivatal épülete a millennium évében 1896-ban épült. Parkjában egy napóra található. A napórát Uzon község az Alsó-Toldi testvértelepüléstől kapta Magyarországról. Egész pontosan 2005-től van egy kapcsolat a két község között. Az első napóra az Bikfalvának volt ajándékozva 2009-ben, picivel kisebb, mint a mellettünk látható, és mivel azt mondták, hogy a községközpont is megérdemel egyet, így megérkezett a második napóra is, amit itt mögöttem látnak. A napórát 2013 májusában a falu napok alkalmából fel is állították a polgármesteri hivatal elé.
A két napóra végül is egy nagyon-nagyon gyümölcsöző testvértelepülési kapcsolatnak az eredménye. Uzon község dr. Rádu István polgármester úr vezetésével ajándékozott egy gyerekparkot, illetve egy gyönyörű székelykaput a Sotoldnak. Cserébe jöttek a többi ajándék, többek között a napórák, amik pontosan vannak beállítva, úgyhogy mutatják az időpontot, meg lehet nézni rajta, és itt a gyönyörű központunkat díszítik, ékesítik. A napóra már típusából kifolyólag is pontos. Az ekvatoriális napóráknál nagyon nehéz tévedni. Csupán arra kell vigyázni, hogy az óralap félkör alakú legyen, és az óravonalak egyforma távolságra legyenek egymástól. A továbbiakban már csak a felállításon múlik a pontossága. Az árnyékvető pontosan éjszakra, a sarkcsillag felé kell, hogy mutasson, amit éjszaka nem nehéz beállítani. És kész a pontos napóra. Reméljük, sokáig olvassák le róla az időt a központban sétálók. Bikfalva már 2009-ben megkapta a napórát Alsótolt testvérfalutól. A falu 5 kilométerre van Uzontól, a Bodzai hegyek lábánál, Háromszék és Barcaság határán. Villa Bica néven említik először 1334-ben. Bikfalva lakossága ötöd részére csökkent az utóbbi 100 évben. Természeti szépségein kívül Bikfalvának egyedülálló kulturális öröksége van. Csaknem 35 kisnemesi udvarház található a faluban. Ezek nagy része a 17. században épült, és a 18. század végén kapták mai formájukat. A török és a tatár betörések miatt sok kúriát 2-3 méter magas támpilléres kőfalak öveztek, védelmi célból, melyeknek töredékei több helyen még ma is láthatóak. Bikfalva a restaurátorok paradicsoma is lehetne, bőven van mit dolgozni itt. És a falu is pártolja ezt a munkát, hiszen nagyon jól tudja, hogy egy falu legnagyobb turisztikai vonzereje elsősorban építészetében van. Éppen emiatt 2008-ban helyi civil szervezetek kezdeményezésére a Kovászna megyei tanács és több állami és civil örökségvédelmi szervezet támogatásával elindult a Varázslatos Bikfalva értekvédelmi program, melynek célja a falukép megőrzése, az értékek védelme. A festői Bikfalvára is kikerült egy új napóra, ugyancsak Alsótolt, magyarországi testvérfalutól. A napóra a Bikfalvi kultúrotthon előtt van felállítva.
Hegyvidevik falván van még egy napóra, ami itt, helyben, a faluban készült, már korábban. Az a Bikfalvi általános iskola falán található. Kerezsi Nemere és Kerezsi János tanár készítette 2007-ben. Ezt az emléktáblát mi Pál János József tanítóbácsi emlékére állítottuk. A tanítóbácsiról annyit kellene elmondani, hogy egy olyan tanítóbácsi volt, aki szigorú volt, a gyerekeket tanította, viszont foglalkozott a település kulturális életével, mert nem hiába volt neki gyermektáncsoportja, volt zenekara, gyermekzenekara, volt fúvószenekara a tanítóbácsinak, színjátszó csoportja, azon kívül foglalkozott csillagászattal, készített egy távcsövet, ami most is létezik a Szentgyörgyi Múzeumban, ottan ki van állítva, azon kívül térképet is készített. És úgy gondoltuk, hogy megérdemli a tanítóbács, hogy emlékére állítsuk ezt az emléktáblát. Az emléktábla fontos adatokat tartalmaz. Vannak kiemelt betűk, ami a 2007-et mutatja, az aranyozott betűk. Azok elárulják azt, hogy 2007-ben állítottuk az emléktáblát. Azon kívül pedig a méretei azok is árulkodnak, mert 85x85-ös a tábla mérete. Az azt árulja el nekünk, hogy 85 évet élt a tanítóbácsi. Azon kívül pedig a kőlap vastagsága 4 cm, tehát áprilisban született a tanítóbácsi. És az óramutató pedig az 18 fokos szögbe van állítva, április 18-án született a tanítóbácsi. Csak annyit fűzünk hozzá, hogy a tökéletes napóra esetében ez a szög nem 18 fok, hanem 44 fok kellene, hogy legyen. De itt most nyilván egy emlékműről van szó. Hogy miért lett napóra? Hát azért, mert hogyha a tanítóbácsi az már nincs köztünk, de az idő az csak megy tovább, és az óra az mutatja nekünk, hogy az idő az folytatódik a továbbiakban. Sorozatunk következő részében Kézdi székre látogatunk el, megismerni az ottani napórákat.